Az idén is megszervezte Békés Csaván a felvételizők napját a Gál Ferenc Egyetem. A szerdai programon bemutatkoztak az egyetemi karok, emellett a felvételit segítő tájékoztatókkal és játékos vetélkedőkkel várták a tovább tanulni szándékozó diákokat egész Békésből. Békés Csabáról érkezett a rendezvényre Gók Réka, aki gazdasági területen tervezi felsőfokú tanulmányait. Gondolkozok rajta, hogy esetleg elmegyek messzebb, de az is terve van, hogy talán, ha úgy alakul, akkor itt helyben maradok. A szeptemberi kimagasló beiskolázási számok új lendületet és megerősítést adtak összegyetemi szinten, és a békéscsabai gazdasági karon egyaránt, hangsúlyozta Árpási Zoltán. A dékán kiemelte, a jelentősen megemelkedett hallgatói létszám új kihívásokat is jelent számukra. A gazdasági kar tekintetében én úgy gondolom, hogy a hangsúly azon van, hogy fejlődik folyamatosan a képzési kínálat is. Olyan új specializációkkal jelenünk meg ebben a tanévben, ami ugye a következő felmenő folyamatokat is, illetve majd az újonnan hozzánk jelentkező elsőket érinti, ami szerintem tovább bővíti azt az egyébként is színesnek mondható kínálatot, amivel a gazdasági kar meg tud jelenni ezen a piacon. A gyulai karon folyó egészség és szociális tudományi képzések bemutatása és a prevenció is hangsúlyt kap a rendezvényen. Meg lehet ismerkedni az újraélesztéssel, és meg lehet próbálni az újraélesztést. Ezzel egy kicsit a segítségnyújtást is szeretnénk népszerűsíteni, hiszen nagyon sokszor tapasztalunk olyat, hogy valaki rosszul lesz, és egy előítélet folytán nem is mennek oda, és nem lépnek oda segíteni hozzá. És úgy gondolom, hogy a fiatalok azok még fogékonyak ezen a téren, és nagyon szívesen részt vesznek ilyenekbe. Két külön programmal is készült a Szarvasi Pedagógiai Kara felvételizők napjára. Az érdeklődőket egyrészt a mesék világába kalauzolják el, másrészt a képzéseik során hangsúlyos informatikai szakterület is megjelenik. A Bibot méhecskét hívtuk segítségül, amely egy olyan eszköz, amelyet a programozás tanításánál alkalmazunk mi magunk is, és ennek használatára készítjük fel a hallgatókat. Ezen kívül az információs pultunknál a képzéseinkről nyújtunk tájékoztatást. A személyes találkozás lehetősége felértékelődött. A pandémiát követően emelte ki Kovács Katalin, és a GFE hallgatói toborzásának egyik fő stratégiai elemévé vált. A Békés Csabai rendezvényen az érdeklődő diákok hiteles tájékoztatást kaphatnak az egyetemi karok tanulmányi előadóitól. Mi arra készülünk, hogy jövőre szintén ezt a stratégiát bedobva, és reményeink szerint, hogy a felvett hallgatókat megelégedettségükben még több hallgatót tudunk felvenni, de erre bizony azra készülnünk kell, és tulajdonképpen azzal tudunk a legtöbbet tenni, ha ezt a meglévő több létszámos hallgatókat az ő igényeik szerint és a tanulmányaikat segítjük maximális módon. Tehát a stratégiánk az, hogy egyrészt helytállunk, türelemmel fogadjuk az ő kéréseiket, igyekszünk mindenkinek néhány napon belül segíteni, ez a stratégia része, azért, hogy elmondhassák, hogy gyere ide, jelentkezz a Gál Ferenc Egyetemre. A Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai rendezvénye elsősorban a Békés vármegyei diákok megszólítását tűzte ki célul, ötletekkel és tanácsokkal segítve a helyben tovább tanulni szándékozó fiatalokat.